Józsáról szállították a Kossuth térre Debrecen idei karácsonyfáját. A csaknem 15 méter magas normand fenyőt a katasztrófa védelem munkatársai vágták ki és állították fel a főtéren. A hatalmas fát 14 ezer izzó díszíti majd az adventi időszakba. Igazi karácsonyi hangulatba öltöztette a hótakaró Debrecen idei karácsonyfáját. A terebélyes fenyőt 22 évvel ezelőtt ültette Szabó Sándorné Józsán, amikor az unokája született. Erősen kötődik a fához, de az utóbbi időben már gondot okozott neki. A szívem mélyén nagyon sajnálom, de az a probléma, azért is örülök neki, hogy elviszik, azért, mert kárt csinál most már ott a ház sarkánál a gyökerei nyomja felfele nekem a járdát. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársai a havas ágain keresztül rögzítették a józsai fenyőt. A láncfűrész könnyedén vágta el a törzset. A fa magasba emelkedett, ezután helyezték a trélerre. A fenyőt a Kossuth térre szállították, ahol a tűzoltók a talpazatba illesztették. A katasztrófavédelem szakemberei évek óta foglalkoznak a város karácsonyfájának felállításával. Ez egyszerre különleges és komoly feladat számukra. Összefogott sok embernek a munkájára egyrészt szükség, de alapvetően ugye, tehát van egy magasból mentőre szükségünk, illetve egy gépezetes darura, ami ugye magát a fát kiemeli a helyszínről. A csaknem 15 méter magas normand fenyő ma még üresen állt a város szívében. A hétvége folyamán megannyi dísz és 14 ezer izzóból álló fényfüzér kerül fel a fára, így teljes pompájában tündököl majd az első adventi gyertya meggyújtásakor.